Folytassuk is tovább az élelmiszer és vegyi áru eladó elméletet. A kereskedelmi egység nyitásával kapcsolatos gyakorlati teendőkkel kezdünk. A szilárd termékekkel körülhatárolt talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített tartós használatra készült, rendszeresen, állandóan vagy ideglenes jelleggel nyitva tartó értékesítő hely, üzlet vagy bolt. Az üzlet nyitásához szükséges hatósági engedélyek. Az üzletek működtetésének általános szabálya, hogy a kereskedő csak a működési engedély birtokában bejelentési kötelezettséggel kezdheti meg, illetve folytathatja a tevékenységét. Az üzlet működési engedélyének kiadását az illetékes jegyzőtől írásban kell kérni. A működési engedély kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell a kereskedő nevét, címét, illetve székhelyét, cégjegyzék számát, illetve vállalkozói igazolványának számát, adószámát, statisztikai számjelét, az üzlet címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, eladótérnek az alapterületét négyzetméterben, az üzlet tulajdonságát, az üzlet használatának jogcímét, az üzletkör az üzletkörök megnevezését, számát, első helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatározott fő üzletkört. Az üzlet napi, heti nyitvatartási idejét, a munkavédelemmel, a tűzvédelemmel, a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásának megfelelő dokumentumokat és igazolásokat az üzlet működésének engedélyezésében közreműködő hatóságok. 2018. október 1-től NNK, tehát Nemzet Nemzeti Népegészségügyi Központ, korábban ANTS, Tűzvédelmi Hatóság, Környezetvédelmi Szakhatóság, Építésügyi Hatóság, Növény, Egészségügyi és Talajvédelmi Állomás, Területileg illetékes rendőrhatóság, külön jogszabályban meghatározott hatóság. A működési engedélyt mindig az üzletben kell tartani, és azt ellenőrzés során kell mutatni. A működési engedély. A kereskedő az üzletét csak működési engedély, bejelentési kötelezettség határozata birtokában nyithatja meg. Az üzletnek minősül a kereskedelmi és vendéglátóipari üzlet, mellett az utazási iroda, az utazási ügynökség, az idegenforgalmi szolgáltató iroda, szálláshely, nagy kereskedelmi raktár, fogyas fogyasztási cikk javító és karbantartó műhely is, nem kell működési engedélyök vásárlásokon történő árusításhoz illetve a vásárokon történő árosításhoz ugye nem kell a működési engedély. Az összes többihez, tehát a javító műhelyhez, ugye az idegenforgalmi szolgáltatói irodához, a szálláshelyhez, nagykereskedelmi raktárhoz és utazási ügynökséghez, és minden meddiglátóipari területen és kiskereskedelemhez kell a működési engedély. A működési engedélyt az üzlet telep, telephelye szerinti illetékes település polgármesteri hivatalának jegyzője adja ki. Tehát a működési engedélyt mindig, az illetékes település polgármesteri hivatalának jegyzője adja ki. Ha a kereskedő több üzletet nyit, a működési engedélyt minden egyes üzletre külön-külön meg kell kérnie. Ha az egyéni vállalkozó újabb üzleted vagy üzleteket nyit, újabb vállalkozói igazolványra ugye szüksége. Ebben azonban az újabb üzleteket, telephelyeket fel kell tüntetni. A működési engedély tartalmazza a kereskedő nevét, székhelyét, a kereskedő statisztikai számjelét, az üzlet címét, az üzlet elnevezését, az üzlet teáorszámát, számát, és az üzletkört. A kereskedőnek a kérelemhez csatolnia kell: kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okiratot, cégkivonat, vállalkozó igazolvány. Az üzlethelyiség használatára való jogosultságot, igazoló dokumentumot, tehát tulajdonilap vagy bérleti szerződés, és a hatósági engedélyeket. A működési engedély adataiban bekövetkezett változást kell jelenteni a jegyzőnek, aki lefolytatja az adatváltozáshoz szükséges eljárást. A működési engedélyt jogosultja, az engedély köteles az üzletben tartani. Tehát a működési engedély jogosultja az engedélyt ugye köteles az üzletben tartani, és azt ellenőrzés során bemutatni. A jegyző a működési engedélyt visszavonja, ha a kereskedő hiányosságokat az arra megadott határoidon belül nem szünteti meg, kiadásának feltételei már nem állnak. Nyitvatartásra vonatkozó szabályok következnek. A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartás idejét a működési engedély iránti kérelem beadásakor, illetve az abban bekövetkező változást az azt megelőző öt munkanapon belül a jegyzőnek írásban bejelenteni. Az üzlet nyitva tartás idejéről és abban bekövetkező változásokról a vásárlókat tájékoztatni. December 24-én az üzletek 4 óráig tarthatnak nyitva. A települési önkormányzat képviselőtestülete a helyi sajátosságok figyelembevételével rendeletben szabályozhatja az üzletek éjszakai 22 óra és reggel 6 közötti nyitvatartási idejét. A jegyző bejelentés alapján vagy hivatalból korlátozhatja az üzlet éjszakai nyitvatartását, ha veszélyes mértékű zajhatást állapítottak meg. Veszélyes mértékű zaj esetén a jegyző megtilthatja vagy korlátozhatja a figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszköz használatát. A cégfelirat elhelyezése, tartalma, jelentősége. Az üzlet elnevezését, cégfeliratát a kereskedő határozza meg, figyelembe véve az erre érvényes rendelkezéseket. Az elnevezésnek utalnia kell az üzlet jellegére magyar nyelven kell feltüntetni. Kivétel ez alól a vállalkozás neve. A vezérszó és az üzenetben fogalmazott árura utaló árujelző. A nyelvi követelmények érvényesülését a működési engedély kiadó jelző ellenőrzi. A terület és a reklámeszközök kihelyezésével, valamint a bolti környezet gondozásával kapcsolatos szabályok. Közterület használati hozzájárulást kell beszerezni az alábbi kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységekhez, hirdetőberendezés és reklámhordozó közterületen történő elhelyezését, fennmaradáshoz közterületben nyúló, védőtető, előtető ernyőszerkezet, hirdetőberendezés, reklámhordozó elhelyezéshez a reklámok közterületre történő vetítéséhez és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához, árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez. Alkalmi és mozgóárosítás, valamint szolgáltató tevékenység végzéhez, kiállítás vásár piac működtetéséhez és az ehhezekhez kapcsolódó építmények berendezések létesítéséhez, elhelyezéséhez, a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosításához, például vendéglátóipar, terasz, előkert, közterület használati hozzájárulást az önkormányzat adhatja ki, csak ideglenes jelleggel. A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket. A kérelmező adatait, a közterület használatát vagy használat célját és időtartamát. A közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat másolatát. A kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben résztvevő tagok, bejelentett családtagok, alkalmazottak vagy megbízottak nevét és lakcímét. A közterület használatáért közterület használati díjat kell fizetni. A kereskedelmi egység nevének kialakítása Az üzlet elnevezésének meghatározása a kereskedő feladata. Az elnevezésnek utalnia kell a vásárolható termékekre, vagy az üzletben folytatott tevékenységre. Idegen nyelvű feliratok üzleteinken előírás, hogy az üzlet elnevezését magyar nyelven is fel kell tüntetni, legalább akkora és olyan típusú betűvel, mint az idegen nyelvűt. Ennek betartását a működési engedély kiadó jegyző ellenőrzi. Szabálytalanság esetén eljárhat a bolt üzemeltetőjével szemben. A kirakat szerepe és szabályai. Az üzlet külső képe, környezete meghatározó eleme a települések arculatának. A bolt külső képének egyik legfontosabb eleme a kirakat. Egy ízlésesen berendezett kirakat növeli az egység forgalmát, környezetének díszére is válhat. Ha forrásainak vagy forrásai lehetővé teszi, ajánlott szakképzett kirakat rendezőt alkalmazni. Gyakran előfordul, hogy a közterületek felé terjeszkedünk. A terjeszkedésnek számos oka lehet. Reklámokat kihelyezni, pavilont vagy terasz felállítani. Védőtetőt vagy előtetőt szeretnének, szeretnének építeni, ugye? Közterület használati hozzájárulást az illetékes önkormányzatnál kell kérelmezni. Feltüntetve a kérelemben a kérelmező adatait, használat célját és időtartamát. A közterület pontos helyét, nagyságát, tevékenységhez kapcsolódó engedélyeket. A közterület használati hozzájárulást csak meghatározott időtartamra adják ki. A bolt környezet gondozása. A, cég a cégfelirat legyen messziről is jól olvasható. A kirakat az üzlet része. Legfontosabb funkciója, hogy állítsa meg és szerezze megtekintésre a járókelőket. Hiszen őket, tehát a vevőket meg kell nyerni. Jó kirakattal, szép kirakattal. Mindig tiszt és rendezett legyen, ízléses és aktuális. Ennek alapján szerzi a vevő az első benyomást az üzletről. Tehát fontos, hogy jó és szép kirakat legyen. Hogy késztesse a vevőt arra, hogy menjen be a boltba. A kirakatot gyakran szakképzett kirakatrendező dekoratőr készíti el célszerű a be- és a kiáratot egymástól elkülönítve kialakítani. Az üzlet vonzereje növelhető olyan szolgáltatásokkal, melyek lehetnek. Csomagmegőrző, kerékpártároló, bankautomata, italautomata, pelenkázó, gyermekmegőrző, szelektív hulladékgyűjtő, árleolvasó berendezés. Az teret az áruk áttekinthető elhelyezését, minőségük megóvását, emellett kényelmes vásárlást tegyen lehetővé az üzlet. Színek alkalmazkodjon az árusított cikkek jellegés, jellegéhez. Gondoskodnia kell a fűtésről, hűtésről és a szellőzésről. Nagyobb méretű üzletekben árleolvasó berendezés elhelyezése ajánlott a bolti munkafolyamatokhoz használt eszközök színvonala megfelelő legyen. És fontos, hogy betartsuk a higiéniai szabályok, illetve szabályokat. Erre majd kitérünk egy másik videóban. Ez nem más lesz, mint a HACCP rendszer. Tehát a Hazard Analysis Critical Control Point. De ez majd egy másik videóban. Addig is jó tanulást, kívánok!